Hát itt az egész nap Neumannról szól, úgyhogy olyan nagy meglepetést valószínűleg nem okozok, hogy én is róla fogok beszélni. Arról az emberről, aki két ember tartott magánál okosabbnak. Ezt onnan lehet tudni, hogy amikor hát a hitleri Németország elől menekülnie kellett, akkor hát a Princeton Egyetem mellett működő Advanced Studies az tárt karokkal fogadta, de ő kijelentette, hogy hát ő csak akkor hajlandó idejönni, ha leszerződtetik azt a két embert is, akit ő magánál okosabbnak tart. Hát nem annyira szerény dolog ez, szerény kijelentés ez, mint amennyire hallatszik, mert összesen a világon két ember tartottiről gondolkodott így. Hát kérdezték, hogy ki lenne ez a két ember, mondta, hgy Albert Einstein és Kurt Gödel. Hát Einsteint nem kell bemutatni, gondolom senkinek, Kurt Gödel matematikus volt, aki hát egy olyan tételt talált a matematikában, ami úgy alapvetően megváltoztatta a gondolkodásunkat a világról. Neumann egyébként abba a percben, amikor meglátta Gödel tételét, abba hagyta a matematikai logikai kutatásait azzal, hogy hát ha ilyen elképzelhető, akkor minek, akkor neki nincs helye itt. Na, mindesetre Neumann kialkudott magának egy 16 ezer dolláros éves fizetést, az akkor körülbelül több volt, mintha a mahavi fizetés lenne. És hát kérdezte Einsteint, erről legalábbis lehet így olvasni, hogy szerinte neki mennyi, mit gondol neki, mennyi fizetés kéne. Hát Einstein azt mondta, hogy hát azért szerinte, hogy 2-3 ezer dollár évente dukálna neki. Erre megparancsolta Einsteinnek, hogy tűnjön a világ szeme elől, és ne lássák őt két napig. Ez alatt kialkudott Einsteinnek egy 18 ezer dolláros fizetést. A Gödel fizetéséről nem szól a fáma, de minden esetre őt is leszerződtette a Princetoni intézet, aki nagyon összebarátkoztak Gödellel egyébként. Állandóan... Nem hiszem. Valóban Gödel éhen volt, ez paranoiás volt erősen, úgyhogy egy idő után már csak a feleségétől és Einsteintől volt hajlandó elfogadni kaját. Amikor meg Einstein már nem élt és a felesége meg hosszabb időre kórházba került, akkor egyszerűen éhen volt. No, ki ez az ember? De nem is az, hogy ki ez az ember. Ugyanis az is látszik, hogy bizonyos értelemben sokkal okosabb volt, mint mondjuk Einstein, vagy gondolom Gödel is, nem hiszem, hogy Gödel ennél magasabb fizetést kért volna magának magától. Nem tudom, Gödel fizetéséről nem szól a fáma, úgyhogy azt nem tudom, hogy magának mennyit alkudott ki, vagy neki mennyit alkudott ki Neumann. Na, én viszont most itt csak a játékelméletről beszélek, mert ez a feladatom, ami hát egy eléggé speciális gondolata volt. Ennek a Neumann Jánosnak, akit tényleg többen a 20. század legnagyobb matematikusának tartottak, és hát csak egy példát azért még elmondok, hogy én személyesen hol tapasztaltam azt, hogy ő mennyivel jobb mondjuk egy ilyen évszázados zseni, mint mondjuk egy nemzetközi diákolimpiai bronzérmes vendégén. No, az 1940-es évek végén elterjedt a matekban az a feladat, így a matek folklórban, hogy hát ha feldobunk egy érmét, és akkor az 50% hogy fejre vagy írásra esik, gyakorlatilag nulla a valószínűsége, hogy a élén megálljon. De kezdjük el vastagítani az érmét. Ahogy vastagítjuk, egyre jobb az esélye annak, hogy az élére esik. Csak például már maga az érme olyan, mint egy parfisnyél, aminek az egyik végére egy fejet, a másik végére egy írás rajzoltak, akkor szinte biztos, hogy az élére fog esni. Na, hát ha ez így van, akkor valahol közben kell, hogy legyen egy olyan pont, ahol pont egyharmad a fej, az írás és az élére esés valószínűsége. Kérdés, milyen vastag legyen ez az érme? Hát, eléggé, szóval kell hozzá differenciálni, integrálni, hogy kiszámolja az ember. Én másodéves matematikus hallgatóként körülbelül 2 hetet dolgoztam rajta, de megoldottam. Hát nem éjjel-nappal, de minden nap egy kicsit gondolkodtam rajta, volt, hogy többet is. No, Neumannak állítólag egy buliba adták föl ezt a kérdést, valamilyen matematikus buliba. Elnézett a levegőbe, és fél percen belül mondta a választ, hogy 0,72-szer a sugár. No, hát amire mindenki nagyon megörült, hogy hát na, lesz erre a gyönyörű feladatra, ez egy gyönyörű megoldás is, végre érdemes volt a Jancsit megkérdezni. Kérdezték tehát, hogy csinálta.
Amire úgy mondta, hát kiintegráltam. Hát igen, ez a különbség egy, mondjuk egy olimpiai bronzérmes és egy Neumann János között. De hát majdnem ekkora különbséget tapasztaltam én Lovász Lászlóval is, már Lovász László is köztem, mert ugyanarra olimpiai felkészítőre jártunk, és hát láttam, hogy mennyivel lát többet. No, a játékelmélet pedig, hát tulajdonképpen képzeljünk el egy egész egyszerű játékot, melyik kezemben van a pénzdarab. Hát gyerekek, érdekes, hogy ebben gyerekek néha jobbak, mint a felnőttek, tehát sokszor legyőzi egy 5-6 éves gyerek a szüleit ebben a játékban. És na, hát mi van akkor, hogyha a másik jobb pszichológus, mint én, jobban átlát rajtam? No, Neumann erre azt találta ki, hogy nem, ne így csináljuk. Ha már ott van a kezembe a pénz, dobjam fel, ha fej, akkor tegyem a bal kezembe, ha írás, akkor a jobb kezembe, és akkor már csak pókerarcot kell vágnom, hogy a pofámon ne látszon, hogy melyik kezembe van, mert különben a stratégiámat nem tudja kiismerni a másik, hiszen ahhoz a pénzérmét kéne kiismernie. No, igazából ez azért érdekes stratégia, mert így nyilván kiismer. Tehát tulajdonképpen egy ilyen játékból, ami nyilvánvalóan pszichológiai játék, tökéletesen kiszerelte a pszichológiát. Így már egyszerűen tökéletesen kiismerhetetlen vagyok, hosszú távon veszteni nem fogok, igaz, nyerni se, de vannak olyan esetek, amikor pont az a fontos, hogy ne veszítsek, például a biológiában, amikor elsősorban túlélni akar egy faj. Hogy aztán végleg tud-e szaporodni, vagy még több lenne, az más kérdés, de elsősorban túlélni akar egy biológiai lény. Tehát egyébként a biológiában is alkalmazást nyert ez az elmélet, a játékelmélet. Na, azért tudjátok mit? Nem biztos, hogy itt mindenki pontosan tudja, hogy mi ez a játékelmélet. Azért röviden elmondom, hogy miről van szó, mi az, amit Neumann kitalált. Tehát képzeljük, most még mindig ezt az egyszerű játékot, hogy melyik kezembe van a pénz. Tehát én két dolgot tehetek, vagy a bal kezembe dugom el a pénzt, vagy a jobb kezembe. Ő is két dolgot tehet, vagy a bal tippeli, vagy a jobbat tippeli. Na most tegyük föl, hogy én Neumannt követtem, és 50% valószínűséggel rakom az egyikbe, és a másikba. Erre mondta Neumann azt, hogy kever stratégiát csinálok, illetve azért nem pont erre, mert nem mindig 50%, majd látni fogunk mindjárt egy példát, amikor nem 50% valószínűséggel kell valamit lépni. Nos, ha ez így van, akkor hosszú távon nekem nulla lesz az egyenlegem, hiszen nincs mit kiismerni rajtam. Nyerni se fogok hosszú távon, de ami a lényeg, veszteni se, tehát túlélek. És a biológiában erről szól a dolog, hogy éljünk túl. No, így alkotta meg Neumann János a zéró összegű játék fogalmát. Tehát ahol amit az egyik megnyer, azt a másik elveszíti, nincs ilyen közben, nincs semmi közös érdek, nincs semmi közös veszteség. Tehát például a póker ilyen szempontból nem tiszta példa, mert ott azért a pókerteremnek is van valamiből élnie kell. Tehát tulajdonképpen azzal kezdjük, hogy mindnyájan tejelünk egy kicsit a pókerteremnek, utána játsszuk a zéró összegű játékot. Na, de most képzeljük el, mi van, hogyha nincs szimetria. Tehát mondjuk nagyon egyszerű a dolog, ha a jobb kezembe találod a pénzt, onnan akkor dupla pénzt nyersz. Mennyire igazságtalan játék ez így? Nyilván igazságtalan, de hülyeség mindig a bal kezembe rakni a pénzt, mert akkor mindig azt fogja tippelni, és beriazva az ellenfele, hogy csak egyet nyer, de azt mindig. Az azért egy elég jó esély. Mennyire igazságtalan ez a játék így? Nem fogom elmondani, hogy hogyan kell kiszámolni a kever stratégiát. Nyilván fele-fele arányba se jó raknom, mert akkor már ellenfelem mindig a jobb kezemet fogja tippelni, és ha nyer, kétszer annyit nyer, tehát az esetek felébe veszít egyet, másik felébe nyer kettőt. Tehát hosszú távon egy felet nyer minden egyes játékon. No, de például mi van, hogyha ezt a stratégiát választom, hogy 6/10 valószínűséggel a olcsó kezembe rakom, és 4/10 valószínűséggel a drága kezembe. Látszólag ez őrültség ilyen sokszor kockáztatni. Ennek ellenére számoljuk ki, hogy mennyi, ki fog jönni, hogy a hosszú távú egyenlegem így, hát egyszer meg kell számolni, hogy 0,6-szer mínusz 1, meg
meg 0,4-szer plusz 1, ha az egyiket rakom, a másik esetben 0,1-szer plusz 1, nem 0,6-szer plusz 1, mínusz 0,4-szer mínusz 2, az is mínusz 2-tized. Tehát ennek a játéknak így hosszú távon, ha én így játszom, akkor a hosszú távon az egyenlege mínusz 2-tized, ami a mínusz félhez képest ragyogó, hiszen különben felet kéne vesztenem, és tehát úgy tűnik, hogy meglepően kicsi. Nos, az a helyzet, hogy általában is meglehetően kevés ahhoz, hogy legyen értelme legyen a, mondjuk a bal kezembe is rakni. Időnként van olyan, hogy mondjuk közérdek az, hogy valaki gyártson valamit, aminek a gyártása viszont veszteséges. Hát akkor mit tehet egy állam? Valamennyire dotálja. Mennyivel kell dotálni? Ez az érdekes, hogy itt ebből a példából például az derül ki, hogy noha látszólag egy féllel kéne dotálni, hiszen hogyha ezt rakom vagy azt mindig, akkor felet veszítek, de 0,2-del elég dotálni ahhoz, hogy érdemes legyen nekem viszonylag gyakran az esetek 40%-ában mégis a drága kezembe rakni a pénzt. És tehát, na, itt kezd kiderülni az, hogy mi ennek a itt kezd kiderülni az, hogy mi a szerepe a játékelméletnek például a gazdaságtanba. Miért van az, hogy ennyire felkapták a közgazdászok elsősorban, de a biológusok is. A biológusok meg pont azért, mert azt modellezi jól, hogy mi van, ha valaki épp csak túlélni akar, nem érdekli, hogy nyere vagy sem, az érdekli, hogy a jövő következő generációban is jelen legyen. Tehát tulajdonképpen ez az a két szakma, ahol a leginkább használták, vagy polgárjogot nyert a Neumann-féle játékelmélet. Egyébként a pszichológiában meg pont azért, mert tökéletesen kiiktatja a pszichológiát ezekből a fajta helyzetekből. Tehát a pszichológiának megmarad az, ahol tényleg szükség van rá. Itt például nincs. Vagy képzeljünk meg még egy picit bonyolultabb játékot. Ismeritek a kőpapírollót. Hát az rendben van, egyharmad valószínűséggel kell mind a hármat raknom, követ, papírt és ollót, és akkor hosszú távon nulla lesz a egyenlegem. De képzeljük el egy pillanatra, hogy mi van, ha ez se szimmetrikus. Például az én papírom drágább, mint az ő papírja. Egyszerűen azért, mert mondjuk én egy ilyen drága papírusszal dolgozom, ő meg egy egyszerű hápiszba vett papírral. Tehát mondjuk én, ha a papíron vesztek, akkor dupla egységet veszítek. Ő, ha a papíron veszít, akkor csak szimplát. Nyilván igazságtalan a játék, az első gondolatom az, hogy hát dehogy fogok kockáztatni, nem rakok én sohase, nem rakok ebbe az esetbe papírt. Jó, akkor ki lehet számolni, hogy egy felet fogok veszíteni átlagosan hosszú távon. Nos, nem fogjuk kiszámolni, de egyszerű kiszámolni. Na, de az érdekes az, hogy megint az a kérdés, hogyha mondjuk az államnak valamiért közérdek, tehát most ne párt meg ilyesmiről beszéljünk, hanem egy olyan államról, ami tényleg a közérdeket próbálja szolgálni. Tehát ha közérdek az, hogy legyen ilyen drága papír is, valamilyen okból, bármi oka lehet annak, mennyivel kell szubvencionálnia az államnak azt, hogy valaki időnként gyártson ilyet is? Tehát mégis mit satszolnátok, hogy mennyivel kell? Hát, kevesen satszolnak félnél kevesebbet. Na nézzük meg akkor, mi egy optimális keverstratégia. Tehát itt a játék táblázata, mi az optimális keverstratégia. Én állítom, most kisújabból kiszopva, hogy 5 tized valószínűséggel kell követ rakni, 3 tized valószínűséggel papírt, tehát a legkisebb valószínűséggel azért minden negyedik partiba mégiscsak papírt gyártok, és 4/12 valószínűséggel ollót. Nézzük csak meg, hogy mi van akkor itt a függőleges oszlopokban. Tehát tegyük föl most, hogy az ellenfelem mindig követ rak. Az azt jelenti, hogy 5/12 valószínűséggel nullát fog nyerni, 3/10 valószínűséggel egyet fogok nyerni, 4/10 valószínűséggel meg egyet fogok veszteni, tehát hosszú távon 1/12 fogok veszíteni. Nézzük meg a második oszlopot.
Ha az ellenfelem mindig papírt rak, akkor 5/12 valószínűséggel egyet fogok veszteni, 3/12 valószínűséggel nullát, és 4/12 valószínűséggel egyet, megint 1/12 valószínű, ez az összeg átlagban. Mi van, hogyha ollót rak az ellenfelem folyton, akkor 5/12 valószínűséggel egyet fogok nyerni, 3/12 valószínűséggel kettőt fogok veszteni, és 4/12 valószínűséggel nullát, megint mínusz 1/12 az átlag. No, Neumann-Jaka tétele azt mondja ki, hogy ez a kis matematikai csoda, amit itt látunk, ez mindig megtalálható. Tehát akármilyen táblázatot rajzoltok, akármilyen játékot, ilyen kétszemélyes vagy zéró összegű játékot, abban lesz ilyen stratégia, ilyen kever stratégia. Tehát magyarán a zéró összegű játékoknál elvileg soha se kell a pszichológia. Más kérdés, hogy gyakorlatilag kell, de azt most nem firtatjuk. No, tehát hosszú távú egyenlegem mínusz 1/12. Ha az állam 1/12-et ad minden egyes partira, akkor már nekem érdemes, nem érdemes, de nem is nem érdemes, akkor már gyártatok. Ha meg ennél egy icipicivel többet ad az állam, mondjuk 1/10, akkor már nagyon megéri nekem gyártani a papírt, legalábbis a esetek 25%-ába, tehát 3/12 valószínűséggel. Tehát tulajdonképpen igazából ez a nagy trükkje a gazdaságnak, hogy szóval Neumann erre jött rá, hogy ennyire olcsó elérni azt, hogy a közérdek időnként érvényesüljön. Ráadásul látszólag, szóval itt ez még népszerű intézkedés is lehet, hiszen nagyon olcsón úszott meg az állam valamit, amit úgy mindenki azt hinné, hogy ez drágább dolog. Most más kérdés, hogy ez csalásra is lehetőséget ad, de hát arra valók a szakemberek, hogy a csalásra szóljanak, hogy nem kell annyi. Tehát ha mondjuk mit úgy árazza valaki, hogy mondjuk mit egy felet adjon, 0,5-et, szólunk, hogy 0,075 is elég, vagy 0,8, mindegy, amennyi az 1/12. Tehát, na, egyébként érdekes, hogy az ellenfelemnek is megvan az optimális stratégiája, és őnek is sem arra érdemes mindig rájátszani, sőt, hogy ollót rakjon, tehát az én drága papíromat lenyesse, neki meg éppen azt kell csak 1/4 arányba raknia, mert különben ő fog veszíteni hosszabb távon. Tehát az egyensúly nyilván rá is, ha rám vonatkozik, akkor rá is kell, hogy vonatkozik is. Megint nem mondom el, hogy számoltam ki ezeket a számokat, az most technikai részletkérdés. De kis ellenőrizhetnénk, most nem fogjuk, hogy akkor meg visszintesen így mindegyiknél 1/12 az összeg. Látom, van, aki már fejbe ellenőrizte is. No, igazából a nagy kérdésem az, hogy ez mi a fene, ez a 3/12. No, ez azért érdekes, hogy mi a fene ez a 3/12. Erre hajlamosak vagyunk úgy ránézésre azt mondani, hogy ez egyfajta blöff. Hiszen én beteszem neki azt, amivel nagyot veszítek. Pofátlanul, az, hogy úgyse fogsz rám mászni. Ő meg azért az esetek negyedében mégiscsak rám fog mászni, ha jól játszik, mert különben még én fogok nyerni ezen a játékon, vagy legalábbis kevesebbet veszíteni, vagy legalábbis az 1/12-es állami szubvenciónak akkor már nyerni fogok, ha az ellenfelem nem így játszik. Na, mi ez blöff? Hát egyfelől nem. Egyszerűen csak az optimális kever stratégia egyik eleme, éppen olyan, mint az összes többi, egy szám, egy valószínűség. Másfelől mégiscsak az, aminek érezzük, ez egy blöff. Igazából az az érdekes, hogy Neumann János játékelméletéből az is kiderül, hogy igenis időnként blöffölni kell. Tehát, hogy az optimális kever stratégiához hozzátartozik a blöff. Tehát például egy nagy kérdés az, hogy hazugság-e a blöff. Bizonyos értelemben az, hát persze, én úgy teszek, mintha nagy lap lenne mondjuk a pókerben a kezemben, miközben semmi nincs. De másfelől nyílt hazugság nem hangzik el, hiszen nem mondom azt, hogy nekem most egy royal flush-öm van, csak azt mondom, hogy és a kassa. Ez nem jelent semmit elvileg. Gyakorlatilag igen, mert olyankor szokott ilyet mondani az ember, amikor nagy lapja van. Tehát esetleg elijesztem az ellenfelet, de nem ez a pláne benne. Az a különbség a hazugság és a blöff között, hogy a hazugság az egy azonnali nyereség reményében megpróbál megtéveszteni az ellenfelet.
A blöff nem erről szól. Én például nagyon megtanultam, még a nagy pókeres barátom, aki úgy megtanított pókerezni, mondta egyszer azt, hogy amikor én valamit hívtam, és úgy nézett rám, szerencsém volt, mert nem tudott leolvasni semmit az arcomról, és mondta, eldobta a lapjait, és mondta, hogy lehet, hogy ez nekem még sokba fog kerülni. Pontosan, mert majdnem biztos volt benne, hogy nekem most valóban nagy lapom van, de nem tudhatta biztosan, megérte volna neki, úgy utólag azt mondja, elveszíteni azt a pénzt, és meggyőződni róla, hogy akkor vagyok ilyen, amikor nagy lapom van tényleg. Tehát, hogy most nem blöfföltem, mert én tényleg nem blöfföltem, bántam, szóval bosszantott, hogy eldobta. De még többet tanultam ebből a megjegyzéséből, hogy ez sokba lesz még nekem, hogy most nem vesztettem. Mert abban a pillanatban, hogy eldobta, látta, hogy nekem még tényleg nagy lapom volt, valahogy akkor már nem tudtam tartani. Tehát, ha bejön netán, akkor ha hazugság esetén az ellenfél lép valami rosszat, és ez közvetlen nyereség. Igazából a blöff esetében ez csak rezsiköltség csökkentő, mert a blöff haszna nem az, hogy most már nem a játékelméleti szempontból, hanem kognitív szempontból. A blöff haszna nem az, hogy az ellenfelem egy rosszat lép, hanem az, hogy kiismerhetetlenné válok. Tehát egyszer majd, ugyanis a pókerben nem akkor veszít sokat az ember, ha rossz lapja van. Pókerben akkor veszít sokat az ember, és máskor is az életbe, ha jó lapja van, csak az ellenfélnek még jobb. Akkor lehet sokat veszíteni, mert akkor indokolt belemenni egy nagy kockázatba. Na de, ha ki vagyok ismerve, akkor nem fog belemenni annyira az ellenfelem, mert látja rajta, hogy félő, hogy nekem még jobb lapom van. Úgyhogy a blöffnek pont ez az értelme, hogy ne legyünk kiismerhetőek kognitív szempontból. Játékelméleti szempontból nem. Játékelméleti szempontból pont az a cél, hogy az optimális keverstratégiához hozzátartozik. Tehát itt is kiszerelte Neumann János a pszichológiát az egész játékból. Egyébként, ha belegondoltok, az élet teli van blöffökkel. Minden induló vállalkozás például többé-kevésbé blöff. Hogy ne lenne az? Hát ha biztosak lehetünk benne, hogy abban az nyereséges lesz, akkor már ezt sokan csinálják, akkor már nem lehet rajta komolyat nyerni. A szerelem ugyan nem blöff, de az udvarlás sokszor mégiscsak az. Tehát egyszerűen hozzátartozik az optimális kever stratégiához, hogy egy darabig szebbnek mutassuk magunkat, mint a szebbnek, jobbnak, okosabbnak, ügyesebbnek mutassuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Persze, hogy blöff. Hozzá, anélkül nem megy. Ugyanúgy, mint ahogy a vállalkozás indítás is, anélkül nem megy. Tulajdonképpen, tehát ezek szerint valahogy a természetnek célszerű volt megcsinálni, hogy az élőlények, nem csak az ember, más élőlények is, időnként kever stratégiát tudjanak alkalmazni. Ezt a természet úgy érte el, hogy hangulataink vannak. Tehát, ha most megkérdezek valakit, hogy mit szeretne ebédre, mondjuk sült csirkét vagy töltött káposztát, lehet, hogy ma azt válaszolja, hogy sült csirkét, holnap meg az, hogy töltött káposztát, mert olyan kedve van épp. Pont erről van szó. Tehát a természet azzal érte el, hogy időnként kever stratégiát tudjunk alkalmazni, hogy hangulatokat épített belénk. Egyébként érdemes itt meggondolni az Kant aranyszabályát, tehát Jézus Krisztus aranyszabályát, Jézus írt valahol ilyet, ott van pontosan, mondjuk Máté evangéliumában, hol olvasható, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek azt velük. Ez egy elég ismert tanítás, aranyszabálynak hívják, de hát például Kant ugyanezt fogalmazta meg, lényegében egy kicsit filozófiailag szakszerűbben, hogy cselekedj mindig úgy, ezt nevezte a kategorikus imperatívusnak, bár nem akarok itt mondjuk a Ropoly Lacinak a területére nagyon belekontárkodni, de hogy cselekedj mindig úgy, hogy az, ha általános elv lenne, akkor is működjön. Tehát, hogy akár általánosan is érezte. Egyébként ezért van az, hogy a hazugság az nem etikus. Ugyanis a hazugság az nem vezet egyensúlyra. Tehát, de a blöff vezethet. Tehát úgy tűnik, hogy a blöff ilyen értelemben nem hazugság. Nem véletlen, hogy a 10 parancsolatban nincs olyan, hogy ne hazudj. Van olyan, hogy ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, stb. Jó, ez az utóbbi, ez kicsit már a lerövidült, ma már csak annyi, hogy ne parázz. De
olyan nincsen, hogy ne hazudj, illetve van. Olyan értelme van, hogy van egy olyan, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot. Tehát amikor hivatalos helyen más embernek a élete múlhat rajta, akkor ne hazudj. De ezen kívül senki nem jogosított fel senkit arra, hogy azt mondj, hogy válaszolj nekem őszintén, és akkor, tehát nem került bele ez a parancsolat a 10 közé, és érthető, hogy miért nem. Pont azért, mert például, mert akkor lehet vitatkozni az olyan blöff hazugsága vagy sem, és akkor most azt mondom, hogy azért nem hazugság, mert nem mondtam azt, hogy nagy lapom van, csak azt mondtam, hogy és a kassa. Hát, ezen azért ez így meredek dolog. No, igazából az az érdekes, hogy a blöff ellentétben a hazugsággal, a hazugság nem vezet egyensúlyra. Tehát nem vezet arra a fajta egyensúlyra, amire Neumann bebizonyította, hogy a blöff időnként vezet. Tehát láttuk, hogy az én stratégiám is, az övé is egyensúlyban van, egyikünknek sem érdemes eltérni tőle, mert aki eltér, az csak rosszul fog járni. Tehát ilyen értelemben azért nagyon más mondjuk a blöff, mint a hazugság Neumannnak a szellemében, mert a blöff az lehet, hogy egy egyensúlyi stratégia része, a hazugság az sohasem. Egyébként az egyensúly létezése igazából, ha már ezt adtam az előadás címének, tartsam is be, hogy mivel alapozott meg Neumann egy csomó Nobel-díjat, főleg közgazdasági Nobel-díjakat, Erro, Debreu, stb., Herbert Simon Nobel-díja is nem a korlátozott racionalitásra kapta, hanem egy ilyen egyensúlyi modellre, de biológiai Nobel-díjakat is, mivel alapozott meg. Neumann igazából az az érdekes benne, hogy szóval nem volt, ilyen értelemben nem volt egy zseni, mint ahogy mondjuk Einstein vagy Gödel. Nem jutott eszébe soha semmi olyan, ami úgy senki másnak soha nem jutott eszébe. Viszont amit megértett, az sokkal mélyebben értette meg, mint bárki más, és ennyire gyors volt, hogy hát jó, nem állt ott a pszichológus a stopperjével, hogy lemérje, hogy tényleg fél perc alatt mondta meg, hogy mekkora kell, hogy legyen annak az érmének az átmérője, amelyikkel egyharmad valószínűséggel fejírás vagy élére esik. De hát ha másfél percig tartott, akkor is hasonlítsuk össze az én két hetemmel. És azért annyira gyenge én sem voltam, mert egy bronzérmet én is hoztam. Na de nem aranyat, hát, és nem sokszoros aranyat, mint a lovász, és nem, mint a Neumann, tehát, hogy annyi mindent lássak. Tehát Neumann igazából abba volt zseniális, hogy amit megértett, villámgyorsan megértette, és sokkal mélyebben értette meg, mint más. Tehát itt van például a Brauer-féle fixponttétel. Nem fogom tisztességesen matematikailag kimondani most, de a tétel lényegében azt mondja ki, hogy itt van egy csésze kávé, ez legyen akár többdimenziós kávé is, mindegy. A lényeg az, hogy zárt halmaz legyen, de az is mindegy most, hát a kávé persze, hogy az. Tehát itt van egy csésze kávé, jól megkeverjük. A lényeg az, hogy elszakítani nem szabad a kávét, tehát olyan nincs, hogy kiemelek belőle egy kanál kávét és visszaöntöm. Erre a matematikusok ezt úgy fogalmazzák meg, hogy folytonos a leképezés. Mondom, ez többségnek itt otthonos mondat így. De ha nem, akkor is ez a lényeg, de pszichológusok is értik egyébként. No, tehát megkeverjük ezt a kávét, majd egyszerre csak hirtelen lefagyasztjuk. Brauer fixponttétele azt mondja ki, hogy lesz a kávénak olyan pontja, vagy mondjuk olyan atomja, amelyik ugyanott van, mint előtte volt, a keverés előtt. Ez azért elég meghökkentő tétel. Ez a zseni tétele. Tehát az, hogy akárhogy keverjük, ugye teljesen érthetetlen, hogy miért, mert ha meg tudom, hogy ez az a pont, ami a helyén marad, még egy picit keverem a kávét, azt is ellököm onnan. Csak Brauer azt garantálja, hogy akkor is lesz fix pont, csak esetleg máshol, esetleg egészen máshol. Ez a matematikai tétel, tényleg meghökkentő matematikai tétel. A bizonyítása eleinte baromi bonyolult volt, ma már van elemi bizonyítása is, de az se túl egyszerű. Mindegy, a lényeg az, hogy Neumann ennek a tételnek azért van néhány nagyon furcsa folyamánya. Például az, hogy egy sünit, most egy teljes sünit képzeljünk el, tehát amiből mindenfelé állnak ki a tüskék, nem lehet rendesen megfésülni, úgyhogy folytonos legyen, mindig lesz valahol egy forgója. Ezt most nem mondom el, hogy hogyan, de következik ebből a tételből. Vagy akkor még egy még furcsább következmény. Itt van a földgolyó, mindegyik pontján van persze egy hőmérséklet, egy légnyomás,
meg egy légpára, levegőpára tartalma. A Földnek mindig van két olyan átellenes pontja, ahol ez a három érték teljesen megegyezik. Ez is a Brauer-féle fiszpontételből következik. Azért ez már meglepő, mert nem gondolná az ember, hogy tényleg tudok valahol van egy ilyen átellenes pont. Mindegy, mondhattam volna több paramétert, úgy is igaz, mert akárhány dimenzióba igaz a Brauer-féle fiszpontétel. Tehát bármi, hiszitek vagy nem hiszitek, garantálom, hogy bármikor találok két ilyen pontot, most ebben a pillanatban is, a Földön. Az is lehet, hogy holnap egész máshol lesz ez a két pont. No, tehát ennyire nagy horderejű ez a Brauer-féle fixpontétel, hogy egy csomó ilyen következménye van, amin az ember meglepődik. Neumann azonban nem erre ment tovább, hanem arra ment tovább, hogy de hiszen a gazdaság is csupa leképezés. Mi ez a Brauer-féle fixpontétel? Leképezés az egyik térből a másikba. Ez szerint a gazdaság is valamilyen, minden termelés valamit, mit mondjuk, egy cipőgyár mit csinál? A nyersbőrből, a ragasztóból, meg mindenféle másból összeállítva, szóval leképezi egy cipővé, és az valamiért úgy látszik, hogy nekünk jó. Nem érdekes már Neumann számára, hogy miért jó az nekünk. De hát ezek szerint a gazdaságnak is van egy fix pontja. Tehát Neumann arra jött rá, hogy ez a Brauer-féle fix pontétel egyenesen azt állítja, hogy a gazdaság tud egyensúlyba lenni. Tehát nem kell a politikusoknak azon aggódni, hogy mi van, hogyha a gazdaság elkezd anarchiába fulladni, kaotikus. Tulajdonképpen hát régi Adam Smith óta gondolkoznak ezen a közgazdászok, hogy a láthatatlan kéz, mintha egyensúlyba tartaná a gazdaságot. Neumann bizonyította be, hogy nem, hogy így van, hanem nem, másképp nem is lehet bizonyos feltételek esetén. Igazából azt a Nobel-díjakat azzal alapozta meg Neumann tétele, hogy pontosan megmondta, hogy mik azok a feltételek, amelyek mellett az egyensúly létezni fog. Tehát amelyek mellett a politikusok nyugodtak lehetnek. Egyébként érdemes egy pillanatra elgondolkodni azon, hogy ez most egyensúly, mit jelent az, hogy egyensúly? Mert látszólag egyensúlyban vannak ezek az artisták is. Hosszú időn keresztül tudott bringázni ez a két ember a kötélen, úgyhogy ez a szép fenekű lány meg ott kézen áll rajtuk. De ha egyszer egy icipicit kibillennek, akkor soha többé vissza nem állnak. De például a ló nyerge az más értelemben egyensúly, mert az pont olyan, hogyha egy kicsit kibillen a lovas, magától visszamegy oda a nyerekpontra. Ha nagyon kibillen, az más, akkor már leesik, az már más helyzet. Na tehát ez a különbség az egyensúly és a balansz között. Egyébként mondok rá példát, például rá a homeosztázisa, mondjuk a pszichológiába vagy az élettanba. Tehát mindnyájunknak van egy olyan állapota, és ezt változhat, tehát például mondjuk, ha valaki leszokik a dohányzásról, többnyire hízik 10-12 kilót lám, én is példa vagyok erre, mert megváltozik a homeosztázisa, tehát más lesz az egyensúly állapota. Úgyhogy, de mindenkinek szerencsére van egy ilyen állapota, ami, tehát mit, karácsonykor jól bezabálunk, felszedünk néhány kilót, aztán meg leadjuk, ez a normális, mert a homeosztázisunk így alakul. Tehát igazából ezért ilyen nagy horderejű, mert a gazdaságban is megvan a homeosztázis, és mivel a gazdaságban a Nobel-díjat is adnak, és mindig probléma, hogy mire adják, általában a biológiában, a fizikában nem olyan nagy probléma, mert mindig van valami látványos felfedezés, de a közgazdaságtanban kicsit nehezebb, úgyhogy ott egy tucatnyi Nobel-díjat adtak ezekre a játékelmélet következményeire. Például itt van egy példa rá, mondjuk, hogy ugyanis, hát ez azt jelenti, hogy mondom, hogy itt van-e fixpontja a kávénak. Na de hát miért nem keverem egy picit még tovább, akárki belekeverhet a gazdaságba, még legálisan is, hát még illegálisan. Az a helyzet, hogy Neumann tétele garantálja, hogy lesz fixpont, de azt nem, hogy a régi közelébe lesz. Egészen kis változtatástól egészen máshova kerülhet a fixpont. Ez például a forradalmaknak a fő vívmánya, vagy fő lehetősége, mert van, amikor nagyon, ugyanis a fix pont olyan nagyon nem változik magától, de ha még belekavarunk egy nagyot, akkor viszont akár csak kicsit is, akkor egészen máshova kerülhet. Ezért van az, hogy a forradalmak néha tényleg nagyon nagy vívmányokat tudnak létrehozni, amelyek anélkül nem tudnak létrejönni, pont, mert
Hát mert látjuk, a kávés csészéből is ez következik, de ugyanez matematikailag is levezethető, sőt például De Broglie és Erro lényegében erre kapott Nobel-díjat, hogy ezt levezette a közgazdaságtan esetére. Most egy közgazdász lehet, hogy ilyenkor, ha égnek áll a haja, hogy ilyet mondok, de lényegében erről van szó, ő is azt fogja mondani a nap végén. Na még egyet, ilyen hátralevő mondjuk 3 percben, még egy valamiről beszélnék egy kicsit. Például az én játéktervező, kérdezik időnként, mert én játéktervezőként is szeretek működni. Általában az volt nekem a hobbim, de volt 15 év az életemben, amikor egy játékfejlesztő céget vezettem, akkor persze ezt fel kellett adni hobbiként. Tehát, de nem most is időnként kap az ember ilyen díjakat, mondjuk egy japán vagy egy amerikai Parents Choice díjat. No, például képzeljük el, hogy az a megrendelés, hogy az 5 ujjunkkal játszunk valami jót, vagy 10-zel, mindegy. Melyik érdekesebb játék? Mert mondjuk rájövök arra, hogy kétféleképpen lehet érdekes játékot csinálni, vagy úgy, hogy akkor aki többet mutat, az nyer a másik ellen, kivéve ha a másik 1-est mutat, mert az nyer a 3 ellen. 2 ellen nem, de a 3 ellen igen, ott van bal oldalt, már nektek bal oldalt a táblázata. Vagy az az érdekesebb játék, a Hüvelyk Matyi, hülyeséget mondtam fordítva, ez az alávágós játék az első, a második a Hüvelyk Matyi. Jól írtam, de rosszul mondtam. Tehát a Hüvelyk Matyi az azt jelenti, hogy az egyes legyőzi a hármas, de különben a nagyobbik győz. Az alávágás meg, hogyha egyel vagy kisebb a másiknál, azt legyőzöd, különben nem. No, mik az optimális kever stratégiák? Az egyik esetében ez, a másik esetében ez. Itt igazából látjátok, hogy nagyon meglepő, hogy az eseteknek a harmadába 3-ast kell rakni, amivel egyetlen egyet lehet nyerni és 3-at lehet veszteni. Tehát látszólag ez egy hülyeség, de mégis ez az optimális stratégia. A másik az igazából az meg paradox, mert ott meg a 2-es kell az esetek felébe rakni. Tehát 3 új esetén nem dőlt el mind a 2 érdekes játék. 4 új esetén ezt kapjuk, hát igazából egyik sem érdemes, egyik sem igazán érdekes játék, mert mindegyik, gyakorlatilag csak 3 új játszik a optimális kever stratégia szerint. De például 5 új esetén már kezd érdekes lenni, és még több új esetén nagyjából ugyanez a mintázat lesz. 5 új esetén, a alávágás esetén ez a optimális kever stratégia, a Hüvelyk Matyi esetén pedig az. Tehát a Hüvelyk Matyi esetén továbbra is csak 3 új játszik érdekbe, hiszen 2-est és 3-ast hülyeség mutatni, azzal csak vesztesz. Látszik is a táblázatból, de láttuk, hogy az csalóka, hogy mi látszik a táblázatból, hiszen attól még lehet, hogy kell az optimális stratégiához. Az alávágás viszont tök érdekes játék, mert nagy ritkán kell 1-est meg 5-öst is mutatni, de többnyire majdnem egyforma valószínűséggel, de nem teljesen. A 3 középsőt kell mutatni. Tehát játéktervezői szempontból azt mondom, hogy és később is ugyanez a helyzet marad. Tehát az alávágás sokkal érdekesebb játékelv, mint a Hüvelyk Matyi. És ezt így egy az egyben soha se alkalmaztam, de ezt, hogy ezt így egyszer végig gondoltam, ez a szemléletemben megmaradt, és nagyon sok játékban egy csomó fejlesztést megspórolt, hogy ezt úgy tudom, hogy ez így szokott működni. Na hát akkor, úgy látom, hogy van még -1 percem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.